Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen egy szív üzenet részéről. Egy express, tehát egy gyors szív üzenet. És megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha úgy gondolod, hogy szeretnéd tudni azt, hogy mi jelenleg az ő szív üzenete, egy ilyen gyors hír tőle, akkor ezt a jóslást megrendelheted nálam, akkor személyes, tehát passzol a te helyzetedre. A díjam 3500 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Itt látható az ő jelenlegi helyzete. Ez a kígyó, tehát ez a nő figyelgeti őt. És nagyon ravasz, rossz indulatú. Ez lehet egy volt társa, vagy az anyukája, vagy a testvére, vagy egy kolléganő, de ez a hölgy nagyon-nagyon hamis. És hogy gondolja ő át ezt a helyzetet? Itt látható az, hogy ez foglalkoztatja őt, és ez idegesíti őt, azon kívül itt látható az, hogy fél ettől a nőtől. És hogy érzi magát, megtekintjük az ő érzelmi világát. Itt lesz közeled és kettőtök között, hiszen átnyújtja a kezét, és kéz a kézben mennek előre a dolgok. Ez lehet egy közös életút is. Vagy egy eljegyzés. Mit közöl veled? Itt látható ez a ház, és az azt jelenti, ő meg akar védeni, óvni téged. Lehet, hogy a hamis nő ellen. Ez a ház lehet egy közös otthon is. Egy közös otthon tervezése. Vagy azt is jelentheti, hogy meg akar látogatni téged az otthonodban. Amit ez a ház még jelent, a környezet, a szomszédok, az ismerősök, a rokonok, és itt is lesz kapcsolat vagy meghívás, mert meghívnak téged. Amit a ház még jelenthet, hogy itt kiépül valami kéz a kézben kettőtök között. Vannak bizonyos dolgok, amit ő szeretne közölni veled, de nem meri kimondani, tehát mi az, amit ő eltitkol előled? Itt ez a katonatiszt uttal hivatalos dolgokra, vagy egy bírósági ügyre. De azt is jelentheti, hogy ez a hamis nő olyan, mint egy katona, és parancsolgat neki. Ez őt zavarja, de nem beszél erről. Itt a szívnél van egy kiút, egy lehetőség, ami azt jelenti, hogy ő szeretne valamit változtatni ezen a helyzeten, de nem tudja hogyan. És itt látható a szívnél, hogy ez nagyon megviseli őt. És most megtekintjük azt, hogy mi tetszik rajtad, mi az, amit kedvel nálad. Ez a kép mutatja a változásokat, hogy te minden helyzetből kilépsz, és tudsz változtatni a helyzeten, a gondolataidon, az érzelmeiden, az életeden. Itt ez a lepke az ősi kultúránkban jelenti a lelki dolgokat, a lelki kapcsolatot, ugyanúgy, ahogy a csillagképekben itt meg van írva. Ez jelentheti azt, hogy megvan köztetek ez a szerelem mély érzelmekkel, ez a lelki kapcsolat, a telepátia, ő gondol rád, vagy te gondolsz rád, ő érez téged, de jelenthet spirituális dolgokat is, ez is tetszik neki, hogy ezzel foglalkozol.
Tehát így benne vagy ebben a transformációban, ő ezt tudja, ő ezt érzi, és van köztetek egy lelki kapcsolat. Mi vár rád a közeljövőben, vagy mi az, ami összefűz benneteket? Itt látható egy jó hír, tehát hamarosan kapsz tőle egy jó hírt. Azon kívül itt van a pecsét, az azt jelenti, hogy ez a kapcsolat, a közös otthon, ez a lelki kapcsolat az nagyon biztos, hiszen ez a pecsét, ez erre utal. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!